Remek fél évet zártak a hallgazdaságok az időnként szélsőséges időjárás ellenére, elsősorban a kormány áfa csökkentésének és a növekvő halfogyasztásnak köszönhetően, hiszen a bővülő választék meghozta a vásárlók kedvét is. Kiváló évnek a közepén vagyunk, és köszönjük szépen, jó vagyunk. Természetesen, mint ahogy mindenkit, az idei időjárás szélsőségessége minket is megvisel. Kora tavasszal abba futottunk be, hogy a belvizek miatt nem lehetett halászni a halastavakon, a fél Dunántúl víz alatt állt, utána egy extra fölmelegedés, amikor azzal birkóztunk, hogy mi lesz a vízzel, ha 26 fokon elfogy az oxigén. Most egy kicsit fölmentek a takarmányárak, nem is keveset, megvan tehát a magunk nyüge, de a legfontosabb, mindig a legfontosabb a mezőgazdaságban, a piac. A piac, köszönjük szépen, jó van, óriási exportnyomás van az ágazaton, szinte minden halunkat el tudnánk adni Romániába, Németországba, sőt, most még a régi rivális Csehországba is tudnánk akár halat szállítani. Kiváló minőségű a magyar hal, nem csak az ízét illetően, hanem a minőségét is. Jó szállítható, kemény, ragyogó halat tudtunk az idén előállítani, ahogy ez az előző években is így volt. Természetesen az évnek még hátra van a java, az ivadék még csak most került ki a tavakba, néhány dekás, és hát még azért a kormorán inváziónak is előtte vagyunk, de bizakodóak vagyunk, a piac nagyon jó, az idegenforgalom viszi a halat, ahogy csak lehet, és hát ritkán fordult az elő, hogy a kollégák figyelmét föl kellett hívnunk, hogy az első a hazai piac olyan nem fordulhat elő, hogy bárhol a vendéglátóban, vagy a horgász egyesületetni ne lehessen halat kapni. Azt kell mondjuk, hogy ez a kereseti piac természetesen mindig fölviszi a halárakat valamelyest, tehát a halárak ma már beálltak, és hát ha egy picivel többet is kell fizetni, és nem is tudtuk visszaadni az áfát a kedves fogyasztónak, arról nem mi tehetünk, és még csak azt sem mondta az időjárás, hanem tehet róla az a nagyon felélénkült magyar és környező országbeli piac, ami Magyarország számára vonzóvá tette a haltermelést. Tehet róla az a kialakult piaci helyzet, ahol nincs elég hal. Hála Istennek örülünk neki, és megteszünk mindent, hogy legyen természetesen, és hát egy része ennek rajtunk is múlik. Több ivadékot csináltunk az idén, mint szoktunk, több terület is állt a rendelkezésünkre, és reméljük, hogy jövőre már kivétel nélkül mindenki ki tudunk szolgálni az export piacainkat is. A pozitív gondolat sor után riasztó hírekről kaptunk hírt, tehát mi a helyzet a halherpesszel? Semmi. Hát a halherpesz pontosan olyan, mint a spanyolnál, ha van időnként itt és ott és amott. Hála Istennek Magyarországot elkerült a herpeszvírus járvány. Szórványosan kisebb lokális megbetegedések előfordultak. A magyar állategészség úgy annyira gyorsan és annyira jól intézkedik, hogy szavunk nem lehet, ha 2-3 kisebb gazdaságban voltak problémák, egyetlen komolyabb termelő üzemet nem érintett a herpeszvírusa. Két dolgot kell róla tudni. Párnapos lefolyású, az állomány 20-30%-át érinti, viszont az állategészségügyi zárlat azt jelenti, hogy azonnal megsemmisítik az állatokat. A következő, amit fontos tudni róla, ez a betegség sem emberre, sem állatra, a világon senki ellen fertőző, sőt, hadd mondjak valamit, a hallal együtt élő, a pontyal együtt élő többi halra se. Csukák, süllők, keszeg, dévérek, köszöni szépen, mindenki jó van, ez a szegény ponty időnként áldozatul esik. Nincs jelentősége, ezrelékbe sem mérhető az a kár, amit a koi herpeszvírus jelent. Hát időnként vannak ilyen divatok, szerencsére ez csak divat, és valódi tények nincsenek mögötte. A herpeszvírustól senkinek nem kell tartani, semmi betegségtől, se pedig olyan problémától, amely a magyar haltermelésbe óriási zavarokat okozna. Az étkezésre szánt áru nagy része, a piacra kerülő mennyiség mintegy 60%-a ponty volt, így a halgazdaságok számára elsődleges, hogy tavalyikban az állomány egészséges maradjon. Éppen ezért nagy felzúdulást keltett a hír, miszerint a kizárólag az erre fajtára veszélyes koi herpesz betegség miatt jelentős árdrágulásra számíthatnak a vásárlók. Látszik az, hogy a városi embernek gyógyszer, hogy itt lehet. Fog vagy nem fog. Jó idő van, vagy kevésbé rossz. Az emberek jönnek és örülnek annak, hogy kijöhetnek. Annak idején, mikor megfogalmaztuk a szlogent, hogy családbarát, horgász, turizmus, néztek rá, tehát hülye vagy, a horgász az egyedül ül és a szúnyogosba fogja a halakat. Nem. A horgász örül, ha itt a családja, ha sütre a nap, ha élvezheti a saját napernyőjét, fogyaszthatja a büfébe a jeges sörét, és közben halakat is fog. És pont a horgász mozgalom, hogy kb. 100 000-rel több néhány év alatt a gyarapodása, tehát ennyit nőtt a horgász létszám, 340-ről most már 450 000 körül van, látszik a sport népszerűségén az is, hogy sokkal több halat is tudnak venni. A hal áfájának az igazi nyertesei, az egyik nyertesei, azok a horgászok, hiszen a 27% áfát levittük ötre,
levitte a kormányzat nagyon bölcsen, ebből következik az, hogy kb. 20%-a több halat tudna fenni a horgászok, akik a teljes magyar haltermelés mintegy 30%-át vásárolják meg. Kb. 14 ezer tonnányi a magyar haltermelés, a étkezési hal része, mert 24-26 ezer tonna a teljes termelés, de hát több korosztályunk is van, ugye egy éves, két éves, és sajnos a hal csak a harmadik éves korában lesz piacérett, vagy hát ha egy kicsit apróbb, akkor a második év végére. Ezért aztán ebből a termelésből a horgászok most sokkal többet visznek el, sokkal többet visznek haza, fognak ki, és ez is látszik a piacon, hogy ahogy berobbant a jó idő, és ki lehet tódulni a vízpartra, halat lehet fogni, bográcsolni lehet, halat főzni lehet, halat sütni lehet, hát bizony megugrott a horgásztavak hal igénye is, és hát ennek a kielégítés is egy fontos szempontunk. Ez is belejátszik abba, hogy a följebb csúsztak a halárak, és hát időnként és helyenként előfordul kisebb halhiány. A szezonban tovább nőtt a horgászok száma, akik a természetes vizeknél hódolnak szenvedélyüknek, köszönhetően az első osztályú halállománynak, illetve a folyton fejlődő infrastruktúrának.